Van egy történetem, az egyik tanulóról, aki katona volt. Levizsgázott, elmélet vizsgája sikerült, és 15 órát bírtunk együtt vezetni, mert annyira halálfélelben volt mellette, képzeljétek el, mert a tanuló bevallotta, hogy ő neki üldözési mániája van, mert őtet üldözi a KGB és a CIA. És azt mondta, hogy ha véletlenül meglátja bármelyik kocsiba, hogy neki az gyanús, meg valószínű, hogy KGB és vagy is ül benne. Azt mondja, akkor menekülőre kell vegyük a dolgot. Hmm. Mondom, atya úristen mondom, mire vállalkoztam. És, és tényleg mindenre figyelt, csak pont a, a közúti jelzésekre nem, mert minden kocsiba, főleg a fekete kocsi volt kereste a, a, a KGB-t, meg a CIA-t, hogy ültet, üldözik. Nem is tudom, hogy katonaságra hogy vehették fel, vagy hogy alkalmazták. Majd a 15. óránál egyszer csak állunk egy lámpánál, át egy ladaszamara, még egy ilyen régi rendszámmal, az rá volt írva, hogy KGB. Azt láttam, hogy így nézi már hullámzik a szeme. Azt mondja nekem, látod, hogy itt vannak? és Na. mondtam neki akkor, hogy látom, mondom, biztos fel vannak fegyverkezve, mondom, nálunk még egy pisztoly sincs, meg egy paritja se, mondom, figyelj, mivel megjegyeztek bennünket, hogy te a Cake Audit vezeted, mondom, ezek biztos, hogy jegyezték az esetet, mondom, keresél egy másik oktatót, mindenféleképpen, mert mondom, mert innentől kezdve nem tudom, miért edd vállalni a felelősséget, hiába mesterlövész vagyok, mondom, mindenféleképpen puskán nem fér be, majd a puskán van, hogy mondom, a katonakságon is hosszú puskának neveztek, de mondom, mindenféleképp. Én leadom a karton, az aztán keresél egy másik oktatót, rendben van a mondja. Na hát így lett vége az egyik ö, oktatási ciklusomnak, hogy Ja, mondom, szerencsére megszabadultam ettől is, de üdvözlöm így, akihez elment ez a fiú, hogy nem tudom, folytatta a vezetés, vagy nem, de üdvözlöm a, azt a kollégát is, aki a 15. óta átvette, de innentől ez nem tudok róla semmit. Na, köszönöm.